Köszöntöm a nézőket, ez a Pannon Televízió fél hatos híradója, Friedrich Gertrud vagyok. Október 6-a van Bruno névnapja. Műsorunk elején érkeznek a nap fontosabb hírei címszavakban. Az aradi vértanúkra emlékezik Kárpát-medence szerte a magyarság. Nemzeti vágta döntő Szilvásváradon. Folytatódik az eltűntek felkutatása Bosznia-Hercegovinában. Pápa választó bíboros lesz Németh László belgrádi metropolita érsek. Október 6-án Kárpát-medence szerte tartanak megemlékezéseket az aradi vértanúk emlékére. A 13 aradi vértanúból 4-et a Délvidék adott. Schweidel József zombori, Leiningen-Westburg Károly ugyan németországi születésű, de felesége révén törökbecsei nagybirtokos lett. Lázár Vilmos és Kisernő sorsa pedig nagybecskerekhez kötődik. Vajdaságban idén is Elleméren, a nagybecskerektől 10 kilométerre fekvő településen tartották meg a központi megemlékezést. A Szent Ágoston emléktemplomban 11 órától szent misét tartottak, ahol sokan megjelentek, ezzel is mutatva, hogy a vajdasági magyarság számára is kiemelten fontos, hogy megemlékezzenek az 1848-49-es forradalom és szabadságharc hőseiről. Mi, délvidéki magyarok, jól tudjuk, hogy a szabadságot nem elég egyszer kiharcolni, hanem nap mint nap meg kell küzdeni érte. Ma 175 évvel az eseményeket követően nem kíséri ezt a küzdelmet a fegyverek zaja. Ma más módszerekkel kell harcolnunk. A magyarság történelmében az aradi vértanúk példaképek. A küzdelemnek, az önfeláldozásnak, a hazaszeretetnek és a hitnek a példaképei. Ugyan ők különböző származásúak voltak, de egyet akartak. Szabadságot, hazájuk függetlenségét és felemelkedését. A szentmisét követően a templom udvarán Kis Ernő szobránál helyezték el a kegyelet virágait. Az emléktemplom előtt koszorúzott többek között az MNT, a VMS, a VMMS, valamint civil szervezetek és egyesületek képviselői. Továbbá Magyar József, Magyarország belgrádi nagykövete, aki beszédében kiemelte, nem fakult el október 6-a emlékezete, már csak azért sem, mert közügyé vált, minden magyar közügyévé, a magyar közösség érdekévé. Azt szeretném, hogyha a magyarság határon innen, vagy az óhazában ezt a közügyet valóban a magyarság közös érdekének és közös értékének tartaná. Akkor tudunk megmaradni, akkor leszünk erősek, és akkor tudunk a 48-as, 49-es forradalmárokhoz és szabadságharcosokhoz hasonlóan példát mutatni a világnak, hogyha minden magyar a közügyét, a magyar közösség érdekeit ilyen példás módon képviseli, mint ahogy önök itt képviselik ma Elleméren. Dr. Pásztor Bálint, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke a megemlékezés után kijelentette, az, hogy ilyen sokan megjelentek az elleméri templomban, bizonyítja, hogy a vajdasági magyar közösség emlékezik és méltányolja azt a hűsiességet, amelyet az aradi vértanúk a nemzet és a szabadság érdekében tettek, saját életüket is feláldozván. Az aradi vértanúk közül 4 vajdasági születésűek vagy vajdasági kötődésűek voltak, és külön öröm az számomra, hogy Mirko Stefković püspök úr közbenjárásának köszönhetően a mi megbeszélésünk értelmében a püspökké szentelését követően nem sok idővel rögtön az első október 6-ai megemlékezésre Kisernő szobra visszakerült ide az elleméri templomnak a kertjébe, udvarába. A magyar kormány 2001. november 24-én nemzeti gyásznappá nyilvánította október 6-át. Ezen a napon a magyar nemzeti lobogót fél árbócra eresztik, a középületekre pedig kitűzik a gyászlobogót. Vajdaságban többek között Magyarkanizsán, Topolyán, Zomborban, Kishegyesen és Zentán is tartanak megemlékezéseket.
Katonai tiszteletadás mellett ünnepélyesen felvonták, majd félárbócra engedték a Magyar Nemzeti Lobogót az aradi vértanúk emléknapján Budapesten az Országház előtti Kossuth Lajos téren. Az eseményen jelen volt Szalai Bobrovnicki Kristóf honvédelmi miniszter, Böröndi Gábor a honvéd vezérkar főnöke, valamint a kormány több tagja. A kegyelet kifejezéseként Magyarország lobogója egész nap félárbócon marad a nemzeti gyásznapon. Példát mutattak életükkel és halálukkal, szenvedélyes, hazáért vívott harcukkal és sírig tartó hűségükkel. A 14 mártír halála nem volt hiába való. Magyarország ma szabad és független ország. Valósággá vált mindaz, amiért a hős férfiak 175 évvel ezelőtt életüket adták, hangzott el az eseményen. Hatalmas csatában nyerte meg 2024-es nemzeti vágtát Decs színeiben Tóbiás Zsuzsa Galaxi nevű lovával. Az egyetlen vajdasági induló Bács Kossuth falvalovasa a negyedik lett. Megbüntették, így Vámos Mercedes Pipacs nevű lovával hátrányból rajtolhatott. A 14-től 17 éves kisfuszárok döntőjében Kishegyes színeiben Domján Korina és Bohóc nevű lova versenyzett, negyedikként értek célba. A kategória nyertese Pest-Szent-Lőrinc lovasa lett. A kisfuszár vágta győztese Pest-Szent-Lőrinc! Az volt a terv, hogy első nem már próbálkást tartolni, viszont az a szerencsé, hogy Kasszim nagyon jó startnál hirtelen kiugrott, így el tudtam menni nagyon gyorsan előre, és szép lassan sikerült megelőznünk Marik Franciskát. A nemzeti vágta középfutamaiban az Adorjánt képviselő Zborai Viktória a második, a vajdasági vágta győztese Koncz Dorottya Bácsfekete egy színeiben a harmadik, a Szabadkát képviselő Cékus Noémi pedig a negyedik helyen ért célba lovával, így ők nem jutottak tovább a középfutamokból. A Bács-Kossuth falva színeiben versenyző lova viszont a döntősök között szerepelt a 17. nemzeti vágta főfutamában. Bács-Kossuth falva vezet, Bács-Kossuth falva megnyerheti a versenyt, Ács folyamatosan jön rá, de Bács-Kossuth falva megnyeri a versenyt. Hatalmas csatában nyerte meg a 2024-es nemzeti vágtát Decs színeiben Tóbiás Zsuzsa Galaxi nevű lovával. Az egyetlen vajdasági induló Bács-Kossuth falva lovasa a negyedik lett, megbüntették, így Vámos Mercedes Pipacs nevű lovával hátrányból rajtolhatott. A küzdelem rendkívül kiélezett volt. Tahitót falu színeiben Rigó Lotti Jonagold nevű lovával kezdett a legjobban, sokáig vezetett, azonban Decs lovasának sikerült megelőznie és elsőként célba érnie. A végén másodiknak nem Tahitót falu ért be, hanem a jól hajrázó Vörös Tamara Marina nevű lovával Ács Teszér színeiben. Decs fogja megnyerni a vágtát! Decs a győztes! A kocsitoló versenyben is jeleskedett vajdasági csapat, Szabadka második helyet ért el. A futamok mellett történelmi lovas felvonulást, valamint az 1848-49-es csatajelenetet is bemutatták a közönségnek. Hétfőn tárgyalnak a szerbiai köztársasági parlamentben az ellenzék egyetlen javaslatáról, hogy betiltsák a lítium és a bór felkutatását, kitermelését és feldolgozását. Ez egy fontos téma, főleg azok számára, akiket elrettent a lítium bányászat. Ezért ebből a szemszögből közelítjük meg a témát, jelentette ki Ana Brnabić a szerbiai RTV műsorában. A képviselőház elnöke aláhúzta, a javaslat teljesen értelmetlen, hiányos és többet kellett volna dolgozni rajta. A bányászati és geológiai kutatásokról szóló törvény módosítására a szerb haladó párt nem ad be javaslatokat, mert az ellenzék által benyújtott indítványt lehetetlen megjavítani. Brnabić kiemelte, hihetetlen, hogy az ellenzék ahhoz ragaszkodott, hogy Alekszandar Vučić szerb elnök ne legyen jelen az ülésen, közben pedig egy Szerbia számára kifejezetten égető kérdésről van szó. A vita a parlamentben 10 órakor kezdődik. To je čovjek koji je jedini pričao i sa istomišljenicima i sa neistomišljenicima, sa svima. I vi želite po svaku cenu, i to smo videli, to su svi građani mogli da vide, njega da izbegnete. Dakle, ne da se suočite, odnosno sa njim i sa
njegovim argumentima ili njegovim pitanjima i to pokazuje ogroman strah od njegovih argumenata, od njega samog, od njegove glave, njegovih razmišljanja. I dobro, mislim da je to donekle njih oslabilo, zato što ja vjerujem da bi ljudi volili da vide te argumente i da čuju također i predsjednika Republike Srbije upravo u toj Narodnoj skupštini. A mentőcsapatok folytatják az eltűntek felkutatását, az árvíz sújtott a területeken Bosznia-Hercegovinában. Hivatalos adatok szerint 18 ember vesztette életét a katasztrofális áradásokban. Jablanicában a legsúlyosabb a helyzet, itt több tucat háztartás semmisült meg. A károk és a halálos áldozatok teljes felmérése valószínűleg napokig tart. Az özönvízszerű esőzések miatt kialakuló földcsuszamlás és árvíz több falvat is elöntött Bosznia-Hercegovinában. Jablanica és Konyic térségekben a legkritikusabb a helyzet. Sokakat evakuálni kellett, mivel az árvíz a házakba is behatolt. Jablanicában több tucat házat öntött el a víz, Donya Jablanica faluban a házak tetejét is elérte az áradás okozta földcsuszamlás. Az áradás és a földcsuszamlás ráadásul több utat is elvágott, ami a mentést is nehezíti. Több faluban a lakosok katasztrófafilmekre emlékeztető jelenetekről számoltak be. Villámárvizek söpörtek végig, elárasztva az otthonokat, mezőket és utakat. Sok falubelinek csak percei maradtak arra, hogy elmeneküljön otthonából. Az áram, víz és internet szolgáltatások megszűntek, a lakosság teljesen elszigetelődött. Nemamo vode, nemamo, evo, sad nam je opet struje nestalo, jučer nam je malo bila došla struja, sad nemamo ni struje, ni vode, ništa. Ne možeš se oprat, ne možeš ništa. Alekszandar Vučić szerb államfő utasítására Szerbia mentőcsapatokat küldött vasárnap reggel Bosznia-Hercegovinába. A szerb belügyminisztérium rendkívüli helyzetek szektorának 36 tagja 12 járművel indult útnak, hogy segítsen a legsúlyosabban érintett területeken. Svega nekoliko minuta posle toga kada je Bosna i Hercegovina zvanično zatražila pomoć, Republika Srbija, odnosno Ministarstvo unutrašnjih poslova, naš sektor za vanredne situacije, se odmah oglasio i ponudio Bosni i Hercegovini da pomogne u svemu što je neophodno. Emellett életbe lépett az Európai Unió polgári védelmi mechanizmusa is, így uniós mentőcsapatok is érkeznek a térségbe. Az Európai Unió Bosznia-Hercegovinai küldöttségének vezetője Luigi Soreca közösségi oldalán azt írta, az EU szolidaritást vállal Bosznia-Hercegovinával, mellette áll. Bosznia-Hercegovinában egyébként helyhatósági választásokat tartanak. Az áradások sújtott a területeken 5 községben elhalasztják a voksolást. Ez a 8. ilyen jellegű szavazás az 1992-es függetlenség kikiáltása óta. 3,4 millió lakos jogosult az urnák elé járulni. Azokban a községekben, ahol az árvíz miatt nem tudják megtartani a szavazást, akkor szervezik majd meg, amikor megteremtődnek rá a feltételek, közölte a Központi Választás Bizottság. A kampánycsend szombat reggel 7 órakor kezdődött és tart mindaddig, még be nem zár az utolsó szavazóhely is, ma 19 órakor. A voksoláson 110 politikai párt vesz részt, 386 jelölt van a polgármesteri és a vezetői pozíciókra, közülük csupán 29 nő, vagyis 7,5%. 25.700 jelölt küzd majd a helyekért a képviselőtestületekben. A választások megrendezésének becsült költsége 9,7 millió euró. Nézzük, mi lesz még a híradóban. 58 év után új helyszínre költöztették a belgrádi főbuszpályaudvar. Az UBI jedinstvót fogadja a TSC. Pápa választó bíboros lesz Németh László belgrádi metropolita érsek. Ferenc pápa október 6-án jelentette be, hogy 21 új személlyel bővíti a bíborosi kollégiumot, írja a Szemlélek magazin. A bíborosi kollégium egyik kiváltsága, hogy a 80 év alatti tagok részt vehetnek a konklávén, ahol a jelenlévők a következő pápát megválasztják. A december 8-án bíborossá váló személyek között szerepel Németh László belgrádi metropolita érsek is, aki jelenleg is a Vatikánban van, hiszen részt vesz a katolikus egyház megújítását előmozdító püspöki szinóduson.
58 év után új helyszínre költöztették a belgrádi főbuszpályaudvart, míg a főbuszállomás korábban a szerb főváros központjában helyezkedett el, addig az új buszpályaudvar az új belgrádi 42-es blokkban kapott helyet. Stábunk néhány nappal az új fő buszpályaudvar üzembe helyezése után járt utána annak, hogy az utasok hogyan fogadták a változást. Az új belgrádi buszpályaudvarról az első járat szeptember 29-én, akkor a hajnali órákban indult el Szabadkára. Néhány nappal később a helyszínen nagy nyüzsgést lehetett tapasztalni. Az utasok leginkább azután érdeklődtek, hogy hol találják meg azt a peront, amelyről indul a járatuk. A buszjegyeket a pultoknál, a jegyautomatáknál, illetve online is meg lehet vásárolni. Az új buszpályaudvar összesen mintegy 31 ezer négyzetméternyi területet foglal magába, és 65 peronnal rendelkezik. 53 peronról indulnak az autóbuszok, 12 peron pedig fogadja az érkező autóbuszokat. A buszpályaudvar mellett egy 1200 négyzetméternyi alapterületű átmeneti állomásépületet is üzembe helyeztek. Utisci su sjajni. Prvi put jesam ovde, baš pratim čerku za Sloveniju i iznenađena sam iskreno i veličinom i onako uslugom, sve okej. Okay. It's a big bus station for a Balkan country, so like I'm happy about it. Like since I came here, like I feel like it's not a Balkan country, it's more of a European Union country. I'm really happy about it. Like I believe it will improve a lot. I think it's still under construction, but it's good. Az utasok többnyire elégedettek az új buszpályaudvarral, de vannak olyanok is, akik szerint lenne még mit javítani. Treba da organizujete da ima autobus do stanice, sa aerodroma do stanice, bilo odakle. Znači, treba da putnik da ima sve organizovano, kad kupimo kartu, onda da znamo gde idem. Ja tražila kartu do Niša, ona mi dala u 5 do 11, a već 5 autobusa otišla na tako. Znači, treba osoblje da bude obučeno kako valja, pa onda sve da organizujemo dalje. Lepo je napravljeno sve, sve što se napravilo na lepo. Sviđa mi se ovo, nema gužve kao što je na ovaj stanici bilo dole. Dođe autobus, ode na vreme, ovo, sve u redu. Ali nije u sklopu koje je to konstrukcija, šta, kako mogu ovdje se napravi. Bez tog puta da se napravi zgrada za plaćanje. To je zamjerka da uništa. Érdekelt bennünket az is, hogy a buszsofőrök hogyan vélekednek az új buszpályaudvarról. Pa sve je u redu, stanice vrhunskog nivoa, snalazimo se, malo je bilo prvom, poteško dok uđeš, ali sve je u redu, sve je okej, okay, na nivou. Plus je što je prostrano, što ima veći parking, bolje prilaz nego na staroj stanici, to tako su bar meni čini. Tamo samo je bila gužva non stop, već nije toliko gužva. A későbbiekben a buszpályaudvar mellé egy 27 ezer négyzetméternyi területet magába foglaló, üzletekkel, gyógyszertárral, postával és egyéb helyiségekkel ellátott állomásépületet terveznek építeni. Emellett egy 15 ezer négyzetméternyi területen fekvő állomásteret is kialakítanak. Ezeknek legkésőbb 2027-ben kellene elkészülniük. Što se tiče sad trenutno onoga što koristimo, to je stanični plato, gde pored 65 perona imamo 186 parking mesta koja su podeljena na dva parkinga. Doba parkinga se dolazi iz ulice Jure Gagarina i Marka Kristića. Takođe imamo 80 parking mesta za autobuse i 25 parking mesta za taksi vozila. Az illetékesek szerint a buszpályaudvar Új-Belgrádba való kihelyezésének egyik hozadéka, hogy a szerb főváros központjában csökkenni fog a zaj és a kipufogó gáz, és megbízhatóbb lesz a közlekedés. A régi buszpályaudvart már elkezdték bontani. Helyére a tervek szerint egy lakóépületet fognak építeni. Torontálvásárhelyen a Pipacsnő Egylet 9. alkalommal tartotta meg őszi rendezvényét Kukorica Rónák Gyöngye címmel. A helyi piac tér benépesedett a kiállítókkal, látogatókkal, és minden díszlet, felkínált étel fő összetevője a kukorica volt. A környező és az aldunai településekről érkeztek a kiállítók. Női szervezetek, kézi munkacsoportok, valamint a helyi iskola és civil szervezetek kaptak helyet, hogy kiállítsák kézműves tárgyaikat és a kukoricából készült édes és sós finomságaikat.
A Mósa Piáde általános iskola asztalánál gyerekek, szülők és tanítók együtt kínálták fel közös munkájuk eredményét az érdeklődőknek. Amióta léteznek ezek a kukoricanapok, az iskolánk is részt vesz, mégpedig úgy, hogy minden osztály a tanítójával, tanítónéniével készít valami munkát. Tehát valami olyan, hogy hangulatos legyen, vagy őszi hangulatban, vagy a kukoricával kapcsolatosan, és aztán közösen itt ezen a piactéren kiállítjuk a munkákat, és áruljuk. A Torontálvásárhelyi Szebb Faluért női szervezet néhány éve alakult azzal a céllal, hogy a település utcáit, tereit virágokkal és dísztárgyakkal hangulatossá tegye. Munkájuk megvalósításához állandó gyűjtési akciót hirdetnek. A helyiektől anyagi támogatás mellett különböző tárgyakat kapnak, amit önkéntes munkával felújítanak és díszletként használnak. A kukorica a Rónák Gyöngye rendezvényen három asztalt díszítettek őszi hangulatban. Ahogy értek a mezőgazdasági termések, mink úgy előtte magunknak szöttünk, hogy erre a napra ugye ne maradjunk díszítés nélkül. Ami a kalácsot illeti, meg a sósüteményt, azt beosztottuk, szóval mindenki otthon elkészített valamennyi fajtát, és itten csak ugye kidekoráltuk. A helyi pipacsnőegylet őszi rendezvénye már hagyományossá vált. Két asztalon állították ki jellegzetes kézi munkáikat és a kukoricából készült díszletet, ennivalót. Ez alkalommal is példás házigazdaként mutatkoztak be. A kiállítók megvendégelése mellett különböző ügyességi játékokat is szerveztek. Lesznek itt a piacérőn kukorica morzsolás négy kategóriába, akkor ez kötélhúzás és zsákbográlás. Valamint az óvodások fognak ilyen apró csutkából kirakni házakat, vagy hogy kié nagyobb lesz. Valamint lesz osztályozva a legtöbb stand és a legjobb kalács vagy étel kukoricából. A kukorica a Rónák Gyöngye rendezvény is, a Torontálvásárhelyi Napok nagyszabású rendezvény részeként valósult meg. Az idén 230 éves Torontálvásárhely letelepedésének az ünnepe van. Ennek a jegyében folynak a településünkön az ünnepek, és ezt a több napos ünnepsorozatot a helyi közösség ernyője alatt szervezik a nagyon nagy energiát és munkát belefektető civil szervezetek és intézmények. A helyi közösség a munkában vesz részt, a szervezésben, illetve abban, hogy mindenki a megfelelő pozícióban tudjon itt megjelenni. A kukorica a Rónák Gyöngye rendezvény főtámogatója Magyarország kormánya volt a Bethlen Gábor alapkezelő ZRT által, de a helyi önkormányzat, a közművesítési vállalat és minden civil szervezet is nagy segítséget nyújtott a sikeres kivitelezéshez. A magyarországi Búgó Csiga Zenede együttes vendég szerepelt Belgrádban. A gyerekdalokat, népdalokat, mondókákat és kiszámolókat saját feldolgozásban egyedi hangzással megszólaltató együttes a szerb fővárosban működő Collegium Hungaricumban tartott zenei foglalkozást a gyerekeknek. Zenés történetek, megzenésített versek, hangszerbemutató. A gyermekek és szüleik is láthatóan nagyon élvezték a Búgó Csiga Zenede vendégszereplését a szerb fővárosban. Csárdás járásokat tanulhattunk, és nagyon jó volt. Volt játékok is, amit nagyon szerettem, és hát nekem jó volt minden. Széles Orsolya 4 éve él Belgrádban. A gyermekprogramra férjével és kislányukkal érkezett, aki végig jól érezte magát a foglalkozáson. Nagyon jó, abszolút. Ő érezte magát a legjobban, úgyhogy hála Isten. És nekem ez jól esik nagyon, hogy neki örömet okozott. A magyarországi Búgó Csiga Zenede együttes 2007-ben alakult. Tagjai mind képzett zeneakadémisták. A zenekar rendszeres fellépője a Magyarországi Művészetek Palotája gyermekprogramjainak. Vannak bizonyos számok, amikben vannak interakciók, ahogy megmozgatjuk őket. De azt, hogy csináljuk meg, azt az adott közönségre rátesszük, rászerkesszük, és nagyon figyelünk, és van benne egy olyan izgalmas dolog, hogy nem tudjuk mi sem, hogy mi lesz belőle pontosan. De így együtt a közönséggel, lényegében együtt alkotjuk meg a műsort.
A foglalkozás során a magyar néptáncok megismertetésére is nagy hangsúlyt fektettek. A magyar népi kultúra, a magyar népzene, a magyar néptánc, a Kárpát-medence táncai, azok tényleg olyan sokszínűek és csodálatosak, hogy ott aztán tényleg van mihez nyúlni, és van miből merítkezni, mind érzelmileg, mind mozdulatvilágilag, és ezért nagyon, nagyon fontosnak tartjuk, hogy ismerjék meg. Nem kell mindenkinek táncossá válni, nem kell mindenkinek néptáncossá válni, népzenészé válni, vagy esetlegesen művészé, de úgy gondolom, hogy fontos azért, hogy legyünk tisztában azzal, hogy honnan jöttünk, mert akkor fogjuk pontosan tudni, hogy merre tartunk. A Búgó Csiga Zenede belgrádi vendégszereplését a szerb fővárosban működő Collegium Hungaricum szervezte meg. Fontosnak tartjuk, hogy rendszeres időközönként gyerekprogramokat szervezünk, hiszen így lehetőséget adunk a Szerbiában felnövekvő generáció számára, hogy megismerje a magyarországi néphagyományokat, a népi játékokat, és hogy megszeresse azokat. A zenés foglalkozást követően táncházat is tartottak a gyermekek számára. Az UB Jedinstvót fogadja ma este 9 órakor a TSC az arénában a szerb labdarúgó szuperliga 11. fordulójában a hétközbeni nemzetközi kupa szereplés után. A papírforma szerint a kék-fehéreknek gond nélkül otthon kellene tartaniuk a 3 pontot. A Jedinstvó a szerb első osztályú bajnokság utolsó helyén szerepel 4 megszerzett ponttal. A TSC a középmezőnyből várja a mérkőzést, 13 pontot szereztek eddig. Jován Damjanovic, a TSC vezetőedzője azt mondta, teljes erővel készülnek, számukra ez lesz az egyik legfontosabb meccs, amióta ő edzi a topolyaiakat. Veće rotacija, ali generalno imamo dobar igrački kadar i jednostavno ne opterećujemo se toliko sa tim, imamo igrače koji su sveži, putovali smo, to je sve normalno i mora da naviknemo da igramo na 3 dana kao i svugde u svetu što se igra, tako da ne pričamo uopšte toliko o tome, vrlo je bitno da pre svega mentalno budemo dobri i to je najvažnije, kad je glava dobra onda sve ostalo je, biće u redu. Eddig tartott a híradó, nézzük melyek voltak kiemelt témáink. Az aradi vértanúkra emlékezik Kárpát-medence szerte a magyarság. Nemzeti vágta döntő Szilvásváradon. Folytatódik az eltűntek felkutatása Bosznia-Hercegovinában. Pápa választó bíboros lesz Németh László belgrádi metropolita érsek. Köszönjük figyelmüket, legközelebb 8 órakor jelentkezünk híradóval, addig is pannonrtv.com. Viszontlátásra!